Közös bemelegítéssel indul a délelőtti edzés, majd miután az izmok és az izületek elérték az üzemi hőfokot, kezdődnek a kiscsoportos foglalkozások. A Hübner Nyíregyháza Blue Sharks 6. alkalommal rendezi meg a szezonkezdés előtti képzőtábort, amelyre ezúttal 32 fiatal kosárlabdázó jelentkezett. Az edzők napi 2 alkalommal tartanak képességfejlesztő tréningeket. Délelőtt délutáni napi foglalkozások vannak, délelőtt inkább az egyéni képességfejlesztés, délután pedig a csapatedzések vannak hangsúlyban. 5-6 edzővel dolgozunk egész héten, korosztályokra lebontva, U14-es, U16-os, illetve U18-as korosztályok külön szedve. Amit létszámmal tudunk dolgozni, azzal dolgozunk. Egy hét alatt azért elég nehéz arra a szintre felhozni egy játékost, amit én úgy gondolom, hogy képviselni kell, de igyekszünk minél több tudást átadni a fiataloknak. Természetesen azért mindenkivel külön foglalkozni, egy edzővel vagy 2 edzővel igen nehéz, de azért nagyon sok mindent ad ez az egy hét. Az edzések mellett arra is jut idő, hogy a közös programok révén a srácok jobban megismerjék egymást. Összehozza a megyei egyesületek játékosait, akik korábban ellenfélként játszottak együtt, most egy tábor részvevőjeként együtt közösen élvezhetik a kosárlabdát, szóval szerintem ez nagyon fontos. Nagyon örülök, hogy a záró rendezvényünkön, a megyei Jamborin 150-200 gyerek vett részt több egyesületből. Ugye ez egy más típusú tábor, ez egy képző tábor. Itt jellemzően a sportcentrumnak, a Nyíregyházi Sportcentrum és az élsport játékosai vannak. Ennek az a célja, hogy fölkészítsük őket az augusztus 1-én kezdődő alapozásra. A képzőtábort az elmúlt években minden alkalommal meg lehetett tartani, de van olyan sorozat, a megyei felnőtt bajnokság, amelyet újra kell indítani. Azért dolgozunk, hogy a úgymond rekreációs kosárlabda is visszatérjen a megyébe. Ennek nagy hagyománya van, a Covid alatt kicsit visszaesett, úgyhogy a tavalyi szezon sajnos nem indult el, idén viszont szeptembertől mindenképpen szeretnénk a nyíregyházi, illetve a Szabolcs megyei csapatokat bevonni ebbe. Fölveszik velük a kapcsolatot, megteremtjük nekik a lehetőséget, hogy egy felnőtt bajnokságba elindulhassanak. Felnőtt szinten a férfiaknál az NB1 gyárcsoportos Hübner Nyíregyháza Blue Sharks és az NB1B zöldcsoportban induló Sunshine Nyikse, a nőknél pedig az amatőr NB1 zöldcsoportban szereplő nyíregyházi kosársuli képviseli Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét.